mai delikvensünk. Mai delikvensünk. Ez a fekete doboz. Egy repülőgép fekete dobozba. Ó, milyen izé. Lak. Zongora lak fekete. Na, gyorsan előjáróba annyit mondanék, hogy... hogy igen, ő a mai alanyunk, egy hűtő-fűtő kis mini fridge, vagy mikro, vagy én nem tudom, minek mondjam. És van négy pohár tartó is a tetején. Na, szóval a lényeg az, ez is a gearbest.com-ról jött, ők szolgáltatták nekünk Ajcsiba, igazából, és... Nyissuk ki. Vagy törjük el. Ilyen nyomós. Vele nyomós, vagy csak én nyomtam? Mágneses, bocs, nem nyomós. Mágneses. Itt van tiszta luxus. Tömítés is van? Van tömítés, aha. Na. Azt néztem. A falvastagság is van, ami nem rossz egy hűtőnél. Vagy ilyen. Meg van egy tápunk. Ez is engem mindig érdekelt, hogy ez így. Tudom, vannak itthon kapható nagy, normális hűtőládák, stb. De ez is ez a tipikusan filléres kategória, vagy hogy mondjam, és rohadtul érdekelt engem, hogy ez így mit tud. Úgyhogy mivel volt ez a lehetőség, hogy tőlük kérjünk ezt-azt, így kaptunk egy ilyet, kértünk egy ilyet is. Úgyhogy most igazából az a lényeg, hogy mennyire fog hűteni, meg mennyire fog fűteni. Van olyan, ami AC-ről is, meg WC-ről is megy. Szóval itthon is megy, meg kocsiból is. Ez fasza. Hát ez nem. Ez nem az a kivitel, ez full fixen viszont autós kivitel. Viszont ha azt nézed, hogy érkezik. Simán felautó. Ha azt nézed, hogyha jól működik, ebből befér mondjuk két üdítő, meg két szendvics. Vagy négy sör. Igen, egyébként. Négy monster. Hát most ilyetek, látszok, itt a mai nap támogatója. Hát emellett befér még egy. És ebbe befér hat, nem? Ezt akartam mondani. Szerintem ebbe befér hat. Hallod, Patika? Fullos. És akkor ez még mellé is fér. Hát ez tökéletes. Srácok, na, ez mondjuk parti box. De amúgy ez tetszik. Ez így fasza. Ójaj. Igen, ide a kicsi fér csak. Szóval bentre kiszámoltak hat nagyot, és kívülre meg négy kicsit. Hát figyelj, értem. De egyébként azt néztem, hogy tök vastag fala van, szóval ha nem is hűt olyan nagy energiával, de beraksz 6 hideg sört, akkor a fala miatt meg fogja tartani elég sokáig. Srácok, igazából az hideg. Ez meleget kéne belerakni, amit lehűt. Mérés a hideget, amit felmelegít, és utána lehűt. Felmelegítsünk egy sört. Kérdez, hogy gáz. De ha úgy befér, hogy nem is mozog. Igen, ez ki van találva. Racsingolni is lehet közben. Amúgy jó. Na. Tenni. Amúgy esküszöm, nem olyan gáz, vágod. Amúgy nagyon gázban néz ki? Na, igazából látszik, hogy valamit viszel. Srácok, ez viszem a söröket. De csak hűteni, mert én ezt iszom. Van tappancs az alján? Ece és cucc. Az jó. De van. De nem? Egyébként tényleg nem nyomja. Azt hittem, hogy nagyon kényelmetlen lesz. Nem, egyáltalán nem. Ezzel simán lesétálsz a partig. Azt teljesen, ja. Hát, kivettünk két sört, hogy beférjen a hőmérő. Hát, egy. Nem. Jó volt az úgy. Tökéletes. Na. És akkor dugunk. Hold. Hot. Egy rohadt nagy hűtőborda van ott alatta. Meg egy nyáklapnak a széle is látszik. Ja. Jó, hát ez... Na, akkor beraktuk. Mindjárt. 12-17-kor. 12-17? Jó. Mennyi az idő? 12-44. Most tedd le fél óra kb. Megnézzük, hogy mi történt. Meleg amúgy.
van 19 fokon kb. Aha, ott meleg. Ott elég meleg. Körbe megy, körbe is meleg az egész. Na, gondoltam, hogy ilyen fűtőszálak vannak valahogy. Na, ez szerintem jó lesz. Én azt érzem. Igen, eddig jó. Sárcik, eddig jó. Nem egy villám, azért azt teszem hozzá, most fél óra alatt igazából nem sok minden történt. Mennyi idő telt? Egy órája vannak bent. Egy órája. Órája van. Kívülről. Fotelt. Langyi. Itt melegebb. Itt egy picit melegebb. Aha. Hátul rendesen hideg. Az fú, hideget fúj. Gyűjti a szőrt, az már látszik. Oldalt nem érezném, hogy jön neki. Tényleg csak ilyen, minthogyha a kocsi ventilátorra menne egyesen. Aha. Semmi, nem az a csapágyas hülye hang. Rendesen meleg jön most ki. Aha. Azért most itt előre nagyon durván fűt. Itt a csavaroknál. Nem olyan 24-5 fok. Aha. Azért még hidegek a sörök, de már az oldaluk melegszik. Igen. 14.05. Belül. Na, belül már 30 fok van. Na, ez most már azt mondom, hogy melegebb, mint a kezem. Amúgy ez rohadt forró itt. Itt nagyon meleg. Lecseréltem Máté Benetre. Hány fok van bent? Kiveszed a mérőt? Ugye van benne? Hát persze. Ember, azért már mindjárt 40 fok. Mikor az meleg? Egy jó meleg sör. Úgyhogy mennyire meleg? Elől melegítem úgy. Szó meg. Szerint hogy meleg? Hát kajak. De már ne melegítsük tovább, mert ez engem meggyőzött. Srácok, ez egy másik nap. Aznap nem sikerült letesztelni, illetve befejezni a tesztet, úgyhogy most folytatom még a hideg résszel. Igazából körülbelül egy tegnap 12 fele úgy hagytam, és azóta megy, tehát több mint 12 órája, csak azért, mert kíváncsi voltam arra, hogy mennyi az a minimum hőfok, amire le tudja hűteni. Úgyhogy gondolom, hogy azt már elértem. Na, 6, 7, mi? 5, 6, 7. 7 fok. Hát, ja. Azért az jó. Nyilván elől jóval hidegebb, ugyanúgy konkrétan lefagy a kezem. Most akkor én ezt már kikapcsolom, mert ennek most már nincs értelme. Körülbelül egy, nézegettük közben, csak videót nem csináltam, hogy körülbelül mennyi idő alatt, mennyire sikerült neki lehűtenie magát, és körülbelül 3 óra alatt, úgy nagyjából a fűtéssel megegyezik, tehát úgy értve, hogy nyilván ellentétesen. Mit tudom én, a fűtésnél 3-4 óra kellett neki, hogy normális, tehát a majdnem 40 fokra felfűtse, ami már azt mondom, hogy úgy normálisan meleg, illetve másik oldalról tekintve ugyanúgy ilyen 3 óra kellett neki, hogy normálisan hidegre lehűtse magát. Én legutoljára, amikor megnéztem, 11 fokon állt, az sikerült elérni kb. Ilyen 3 óra alatt. Tehát most ebből kifolyólag szerintem az már bőven jó, tehát hogyha elmegy valaki strandra, vagy elmegy valaki Balcsira, mire leér az ember, addigra azért már eléggé elér egy olyan hőfokot. Nem tudom, én meg vagyok ezzel egyébként elégedve. Szerintem fullos, úgyhogy ez nem az a kütyű, ami esetleg kukába kerül, vagy odaadjuk valakinek, hát ha valakinek hasznosabb lesz, ezt biztos, hogy megtartjuk, mert ez jó cucc. Ez tényleg nekem tetszik. Úgyhogy aki esetleg akar ilyet venni, vagy hasonlót, az ugye már a videó elején is említettem, de most is elmondom, hogy a gearbest.com-tól rendeltük ugye ezt is, és a leírásban lent találtok linket konkrétan ehhez, illetve ehhez még kaptok kedvezményt is, hogyha szeretnétek ilyet rendelni. Illetve még más cuccokhoz is kaptok egyébként kedvezményt. Úgyhogy ennyi.
Csak ezzel leszerettem volna még zárni, mert hiányzott. Úgyhogy cső. Republicans.